A magyar politikai rendszer jóval demokratikusabb, mint a nyugati, mondta Orbán Viktor a századvég alapítvány konferenciáján. A miniszterelnök felidézte a Fidesz alapítása előtti időket a Bibósza kollégium korszakából, köszönetet mondott egykori tanárainak, illetve beszélt Soros Györgyről is. A Híradónknak nyilatkozó elemzők szerint a beszéd egyfajta felkészülés volt a júniusi, egy időben tartott önkormányzati és európai parlamenti választási kampányra. A századvégnek az első címlapja, senki nem emlékszik erre, innen indult minden. Történeti áttekintéssel kezdte a beszédét a századvég alapítvány szuverenitás konferenciáján Orbán Viktor. A miniszterelnök felidézte a kutatóintézet elődjeként számon tartott folyóirat indulását, illetve a Fidesz alapítása előtti időket a Bibósza kollégiumból. Köszönetet mondott egykori tanárainak, a korábbi Orbán kormányokban szerepet vállaló Stumpf Istvánnak, Fellegi Tamásnak és a politológus Kéri Lászlónak is. És van még egy név, akiről beszélnünk kell, mert nélküle nem érthető meg semmi, ez pedig Soros Györgynek a neve. Minden szertartásban fontos, hogy az ördög neve is elhangozzék. Orbán Viktor elmondta, korábban azért fogadták el a milliárdos üzletember támogatását, mert nem gondolták volna, hogy a kommunisták helyett Soros György akarja irányítani Közép-Európát. Ma Magyarország az európai emberek hangja. A miniszterelnök ezután azt fejtegette, hogy Európában a kormányok szembe mennek a választóik akaratával, mert ott liberális hegemónia van. Mindenki tudja, hogy Nyugat-Európában az természetes, hogy a liberálisok az új kommunisták. Orbán Viktor szerint viszont Magyarországra a sokszínűség jellemző. Politikai paletta többszínű, plurális, ezért a magyar politikai világ élete, mindennapi élete sokkal izgalmasabb, pezsgőbb és színesebb, mint a nyugati barátainké. Vagyis azt kell mondanom, hogy innen nézve a magyar politikai rendszer jóval demokratikusabb, mint a nyugati. Beszédét Orbán Viktor azzal zárta, hogy Európában változásra van szükség, és ebben számít a századvég kutatóintézet fiatal munkatársainak is a segítségére. A 21. század intézet vezető elemzője szerint a beszéd felkészülés volt a majdani választási kampányra. A Fidesz kongresszusán fogja a miniszterelnök megfogalmazni azokat a fő üzeneteket, amely már az európai parlamenti, illetve az önkormányzati választásnak is a kampánya lesz. Ez most gyakorlatilag a kampánynak a szellemi megalapozása volt, a szellemi előfutára volt az európai parlamenti választási kampánynak. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke túlzónak látja a miniszterelnöknek azt a kijelentését, miszerint Magyarország lenne Európa hangja. Ha megnézzük az európai parlamentben mondjuk a szavazásokat, ahol ott ülnek az európai emberek által megválasztott politikusok, tehát nem brüsszeli bürokraták, akkor általában 4/5 szavaznak a magyar állásponttal szemben. És szerintem ez így lesz 2024-ben a választások után is. Az önkormányzati és a vele egy időben tartott európai parlamenti voksolás 2024. június 9-én lesz. Pár napon belül már a második pedofil cselekményeket elkövető férfi ellen adta ki elfogató parancsot a hajdúsági rendőrök. Először egy 44 éves román férfi körözése jelent meg, akit egy 12. életévét be nem töltött személy ellen elkövetett szexuális erőszakkal gyanúsítanak. Egy 33 éves férfit pedig azért keresnek, mert a gyanú szerint a 11 éves nevelt gyermekét molesztálta. Az ügy kényességére tekintettel a rendőrség nem szólalt meg a pedofilok körözésével kapcsolatban. Mindössze annyit lehet tudni, hogy mindkét férfi 12 évnél fiatalabb személy sérelmére követte el a szexuális jellegű cselekményét. Egyikükről az kiderült, hogy családon belül az élettársa gyermekét molesztálta. Ezek az elkövetők valahol a gyermekkorukban ők is áldozatként szerepeltek a saját kis történetükben. Tehát ez egyébként nem menti fel őket a tetteik alól, de általában az a típusú pedofil karakter, aki valaha szexuális erőszakot vagy molesztálást követel kiskorúval szemben, hasonló életkori szakaszában ő is valószínűleg áldozatául esett valakinek. A két körözés pár napon belül jelent meg a rendőrség honlapján. A pedofiliával gyanúsítottak menekülése nem véletlen. Komoly büntetésre számíthatnak, ha elkapják őket. 5-10 évig terjedő szabadságvesztése büntetendő alapesetben, és ezen kívül még a minősített eset 5-20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekményként is szerepel a BTK-ban. A pszichológus azt mondta, hogy az ilyen bűncselekmények elkövetőit a börtönnel fenyegetés sem tartja vissza. Ők, ha kikerülnek, újra és újra keresnek maguknak áldozatot, amíg szakemberek ezt a hajlamot nem próbálják bennük feloldani.
Ha ezeket a régi sérelmeket és traumákat sikeresen feloldják, akkor megszűnik ez az örökös vágy, hogy visszakerüljenek ebbe a regresszív állapotba, hogy 11 néhány éves gyermekeket molesztáljanak. A 32 éves nevelőapáról egyébként azt is lehet tudni, hogy a szomszédos szabolcsi rendőrök is keresik, feltehetően egy korábbi lopás miatt kapott szabadságvesztésének megkezdése elől is próbál elrejtőzni. Az Al-Sifa kórházért kezdődik majd a harc, mondta híradónknak a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. Az viszont szerinte túlzás, hogy a Hamasz elvesztette az irányítást Gáza felett. A szakértők egyetértenek abban, hogy a hadműveletek hosszú ideig, akár még hónapokig elhúzódhatnak. Ezek a felvételek az Al-Sifa kórházban készültek, amely a gázai övezet legnagyobb egészségügyi intézménye. Alatta van a Hamász terroristáinak legnagyobb központja. A WHO most arról számolt be, hogy a kórház környéke tele van holttestekkel. Az intézmény vezetője azt mondta, koraszülött csecsemők halnak meg, akik az áramkimaradások miatt nem lehetnek inkubátorban. Izrael szerint viszont a Hamász nem fogadja el a csecsemők kimenekítésére ajánlott megoldásokat és az inkubátorok működtetéséhez az üzemanyagot sem. Tulajdonképpen most ugye az Al-Sifa kórházért zajlik egy nagy harc, pontosabban fog kezdődni egy nagy harc függően attól, hogy mikor sikerül ezt Izraelnek abszolválnia. A Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója szerint az, amit az izraeliek mondanak, miszerint a Hamasz elvesztette az irányítást Gáza felett, túlzás. Túl optimista dolog azt gondolni, hogy a Hamasz teljesen, pontosabban, hogy Izrael átvette volna teljesen a Gáza irányítását, illetve hogy a Hamasz teljesen sikerült volna meggyengíteni. Ettől szerintem még elég messze vagyunk. Csicsman László közel-kelet szakértő szerint a hadműveleteknek még hónapokig nem lesz vége. Mint mondta, az nem is kérdés, hogy Izrael katonailag a Hamaszt fel tudja számolni Gázában. A kérdés az, hogy mi lesz utána. Hiszen ugye Izrael nyilvánvalóvá tette, hogy nem szeretné politikailag irányítani a gázai övezetet. Ez nem azt jelenti, hogy a Hamasz ideológiája, támogatottsága a gázai övezet lakosai körében megszűnt volna. Tehát korábban nyilván ilyen méretű hadműveletet nem láttunk a gázai övezetben, ugyanakkor a korábbi konfliktusok azt mutatták, hogy izraeli katonai beavatkozás követően a Hamasznak a támogatottsága általában növekedett. Az Infostart közben arról ír, hogy amerikai sajtóértesülések szerint közel a megállapodás Izrael és a Hamász között, amelynek értelmében izraeli nőket és gyerekeket engednének el bebörtönzött palesztin nőkért és gyerekekért cserébe. Elkezdődött a kilábalás a gazdasági recesszióból a KSH által publikált adatok szerint, mivel a harmadik negyedév GDP adata magasabb az előző negyedévinél. Ezzel megszakadt egy tavaly óta tartó trend. Bot Péter Ákos ugyanakkor híradónknak nyilatkozva arról beszélt, valójában a fogyasztás az, ami reálisabb képet ad a gazdaság állapotáról, és azzal Magyarország nem büszkélkedhet. A korábbinál jobb hírek érkeztek a magyar gazdaság teljesítményéről. Idén először mérte a KSH a megtermelt bruttó nemzeti össztermék növekedését. A számok alapján a harmadik negyedévben 0,9%-kal nőtt a GDP az előző negyedévhez képest. Az egy évvel korábbi adathoz képest ez még így is 0,3%-os csökkenést jelent. Mint ismert, októberben az infláció is bekúszott 10% alá, ami még mindig magasan a legrosszabb uniós adat. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter örömének adott hangot, mert a mostani GDP adat felülmúlta az uniós tagországokét. A Momentum országgyűlési képviselője szerint a kormány nem beszél arról, amire nem lehet büszke. Például az inflációs adat, vagy a reálbérkereset, ahogy az is csökkent az elmúlt egy évben folyamatosan. Ezek azok az adatok, amik igazán fontosak, mert a nap végén az számít leginkább, hogy a magyaroknak mennyi pénz marad a zsebükben, és hogyha a megtakarításokat nézzük, a reálbérkeresetet nézzük, ezek mind lesújtó adatok Európa szerte. Szerinte az elmúlt egy év annak a bizonyítéka, hogy a kormány EU-s pénzek nélkül képtelen sikereket elérni. A volt jegybankelnök szerint a fogyasztás jobban mutatja a gazdaság állapotát. Erősen hátul vagyunk. Tehát meg kell mondanom, hogy nem gondoltam volna, hogy például a román egyfőre jutó fogyasztás elénk kerül. A bulgár ránk jött, és az összes többi pedig bőven előttünk van. A munkaadók számára a GDP egy kritikus adat ahhoz, hogy mekkora minimálbér emelést ajánlanak meg a következő évre.
A szakszervezetek szövetsége 15%-os emelést szeretne mind a minimálbér, mind a garantált bérminimum esetében, már december 1-től. Ellazítja azt a most még ugye meg akarom fogni a pénzt ugye a családon belül, tehát ezt a hatást, vagy ezt az attitűdöt megváltoztatná, és akár már idén is növekedhetne a fogyasztás, annak a tudatában, hogy jövőre már tényleg jobb lesz. Szerinte van némi bizonytalanság a garantált bérminimum körül. A kormányzati oldal dobta be ezt, hogy szűnjön meg a garantált bérminimum. Én attól vagyok szomorú, hogyha ezt a szakszervezeti oldalon is, a munkavállaló oldalon is volt, aki támogatta. A szakszervezeti elnök hozzátette, ha az év egész egy GDP csökkenéssel zárul, félő, hogy a munkáltatók nem adják majd meg a 15%-nyi emelést. Márpedig a portfólió előrejelzése alapján az év egészében most már biztos a visszaesés. Jövőre visszavezethetik a tavaly megszüntetett otthonfelújítási támogatást, legalábbis erre enged következtetni a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Indexnek adott tájékoztatása. A 2021-ben indult támogatást rengetegen vették igénybe, az elemzők szerint a jövőre tervezett program is hasonlóan népszerű lehet. Azonban hangsúlyozták, fontos tisztázandó kérdés, hogy a támogatás az energetikai korszerűsítést, vagy az ingatlanok általános minőségének javítását célozza majd. Január 1-jével indul ez a még soha nem látott program. Novák Katalin 2020 végén így még családokért felelős tárca nélküli miniszterként tájékoztatott az otthonfelújítási támogatásról. A programot rengetegen igényelték, végül 2022. december 31-én kivezették. Most úgy tűnik, újra elérhetővé válik. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium ugyanis az Indexel azt közölte, hogy a támogatás lehetséges folytatása kapcsán jelenleg tárcaközi szakmai egyeztetések zajlanak. Kérdés, hogy az újonnan induló program mikor tud elindulni. Az ingatlanpiaci szakértő szerint nem mindegy, hogy az energetikai korszerűsítés vagy az ingatlanok általános minőségének javítása áll majd az új program fókuszában. Ha 7 számjegyű összegből áll az állam által vissza nem térítendő forrásként biztosított összeg, tehát milliós nagyságrendű lesz a támogatás, akkor szerintem több 10 vagy akár szintén több 100 000 olyan család is lehet, aki belevág ezekbe az otthonfelújítási munkálatokba. A megszüntetett program vissza nem térítendő támogatást, emellett pedig kedvezményes hitelt is nyújtott. Az új koncepció az elemző szerint más lesz. Ez arra épülne, hogy itt csak kedvezményes hitel lenne. Tehát lényegében hasonló, amit mondjuk a Csoknál vagy a Csok Plusznál, fel lehetne venni egy kedvezményes hitelt, aminek a kamat támogatását adna az állam, de ennek nem lenne közvetlen támogatási része, amit vissza nem térítendően megkap valaki. Tóth Levente szerint szinte biztos, hogy a támogatást energiahatékonysági felújításhoz kötik majd. Az előző lakásfelújítási program az egy nagyon széles körű felújítási lehetőséget engedett, míg ez várhatóan kimondottan a rezsiköltségek csökkentésére irányulna. Erre úgy tűnik, nagy szükség is van. A lakáspiaci elemző szerint ugyanis Magyarország ingatlan állományának állapotán sokat kell javítani. Házak esetében a szigetelés, nyílászárócsere, ajtóablak, és ez a lakások esetében is ezek a legfontosabb, legalapvetőbb felújítási lehetőségek, amikkel érdemes kezdeni. Utána pedig a belső burkolatoknak a cserélése, fűtési rendszer korszerűsítése, és minden más, ami viszonylag nagyobb tétel egy lakás esetében is. Benedikt Károly hozzátette, az energiahatékonysági mutatókon javító felújítási munkák több millió forintba kerülnek. Levélben kerestük a Gazdaságfejlesztési Minisztériumot. Egyebek közt azt szerettük volna megtudni, hogy kik lesznek jogosultak a támogatásra, és szerepel-e a programban a tavalyihoz hasonló több millió forintig terjedő közvetlen támogatás. Válaszukban azt írták, amennyiben a kérdésben döntés születik, arról a nyilvánosságot a szokásos módon időben tájékoztatják. Megszüntetni a kötelező munkahelyi orvosi vizsgálatot a kormány derül ki egy éjjel benyújtott törvényjavaslatból. A jogszabály tervezete a munkavállalók és munkaadók adminisztrációs terhének csökkentésével indokolja a változást, meghagyva, hogyha a munkaadó elrendeli a munkaalkalmassági vizsgálatot, ha akarja, illetve lesznek olyan munkakörök, ahol továbbra is kötelező lesz. A szakszervezetek és a munkaadók is nehezményezik, hogy a kormány nem egyeztetett a benyújtást megelőzően.
Így zajlik a vérnyomásmérés ezzel a hagyományos eszközzel. Amennyiben a parlament megszavazza, akkor egyes munkahelyeken ez már nem lesz kötelezően elvégzendő esemény sor a dolgozó felvételét követően. Egy keddéllyel benyújtott törvényjavaslat szerint ugyanis az adminisztrációs terhek csökkentése céljából megszűnne a kötelező munkahelyi orvosi vizsgálat. A tervezet kitér arra is, hogy a munkáltató elrendelheti a vizsgálatot, illetve lesz olyan munkakör, ahol kötelező marad. Ezeknek a vizsgálatoknak a célja a munkára való alkalmasság megállapítása, mondta Híradónknak a házi orvosok online szervezetének elnöke. És a kórelőzményi adatok felvételét követően egy fizikális vizsgálat elvégzése következik, és az orvos számára rendelkezésre álló adatok alapján és az adott munkakörre jellemző körülmények, egyéb noxák, különböző behatások alapján tud a foglalkozás egészségügyi orvos döntést hozni. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a párbeszédet hiányolta a jogszabály benyújtása előtt. Arra ébredünk, hogy egy törvényjavaslat kerül be a parlament elé, és ennek semmilyen előzetes konzultációja, egyeztetése nem történt meg. Zlati Róbert úgy véli, a munkaadók számára nem járt sem kirívóan nagy anyagi vagy adminisztrációs teherrel a kötelező orvosi vizsgálat, vagyis nem tartja elégségesnek a törvény indoklásában leírtakat. Előjönnek a kérdések, hogy miért van erre szükség. Esetleg a harmadik országbeli vendégmunkások foglalkoztatásának az egyszerűsítése például, hogy ne legyen azzal gond és probléma. A munkavilágát érintő változtatásokat előzetesen egyeztetni kellene a munkáltató és a munkavállalói szervezetekkel. A munkaadók szövetsége sem kapott megkeresést a kormány részéről, mondta az MGOS alelnöke. Rolek Ferenc szerint azonban sok munkakörben inkább rutinszerű volt a vizsgálat, mint indokolt. Ezzel együtt szerinte a legtöbb munkaadó folytatja a vizsgálat gyakorlatát. Az egyes cégek, legalábbis a mi cégeink, a közép- és nagyvállalatok, azoknak saját érdekük is nyilván, hogy olyan munkavállalót vegyenek föl, aki egészségileg alkalmas a munkakörre, ezért ezt meg fogják oldani. Kerestük a kormányt, hogy pontosan mely munkaköröknél lesz kötelező az orvosi vizsgálat a munkavállaláskor, illetve milyen hatásvizsgálat előzte meg a jogszabály benyújtását. Röviden annyit válaszoltak, hogy a részletszabályok megalkotása folyamatban van. Több országból is érkeztek szurkolók az izraeli labdarúgó válogatott Svájc elleni Európa-bajnoki selejtező meccsére felcsútra. A legtöbben szervezett módon Izraelből érkeztek, hogy a háború kitörése után elhalasztott és áthelyezett találkozót megtekinthessék. Az izraeli csapat következő selejtezőjét is a Pancsó arénában játssza majd Románia ellen. Éneklő izraeli szurkolók felcsúton. A Hamas terrortámadása után kirobbant háború miatt ugyanis el kellett halasztani Izrael labdarúgó válogatottjának októberi hazai Európa-bajnoki selejtezőit, és a jelenlegi helyzetben ezeket nem lehet az ország területén megtartani. A Magyar Labdarúgó Szövetség önként felajánlotta, hogy stadiont biztosít az izraeli csapatnak, ez pedig a Pancsó aréna lett. A Svájc elleni meccsre sokan szervezetten buszokkal érkeztek, többen közülük Izraelből. Sok embernek volt jegye erre a meccsre, amit Izraelben kellett volna lejátszani, és nagyon sokan nem is tudtak eljönni. De Magyarországon most láthatjuk a meccset, és nagyon boldogok vagyunk, hogy kicsit másra figyelhetünk, és nem a politikára. Akadt olyan drukker is, aki már régóta él Budapesten, és együttérzését akarta kifejezni azzal, hogy kilátogat a találkozóra. Ez a legkevesebb, amit megtehetek, hogy szurkoljak, hogy megmutassam a szolidaritásomat az izraeli közösséggel. Ez tényleg a legkevesebb, amit az országomért és a népemért megtehetek, nyilatkozta ez az úr. Nem csak izraeli szurkolók váltottak jegyet a hazai szektorba. Picit talán kikapcsolja őket a folyamatos, borzalmas hangulatokból. Van izraeli barátunk, hetente kétszer beszélünk velük, vele Skype-on, és hát nagyon rossz a hangulatot nyilván, nagyon megrázó. Svájcból is érkeztek nézők a Fejér megyei településre, hogy drukkoljanak az országuk válogatottjának. Épp Budapesten töltöttem a vakációmat, amikor megtudtam, hogy lehet jegyet venni. Imádom a futballt, úgyhogy most itt is vagyok, árulta el ez a svájci drukker. A találkozót a rendőrség nagy erőkkel biztosította. A parkolókba is a megszokottnál alaposabb ellenőrzés után lehetett bejutni, illetve gépfegyveres készenlétisek is felügyelték a biztonságot. Az izraeli válogatott következő mérkőzés is itt a Pancsó arénában lesz, szombaton Románia ellen. Az Izrael-Svájc EB-selejtező 1-1-es döntetlennel ért véget.
A lakosság és a nem lakossági fogyasztók esetében eltérő lehet a vízdíj. Az erről szóló törvényjavaslatot a szaktárca közlése szerint Budapest és Karácsony Gergely követelésére a kormány nyújtotta be. A Híradónk által megkérdezett érintett ágazatok szövetségi elnökei szerint a lépés elengedhetetlen és természetes. A Fürdőszövetség vezetője azonban úgy véli, egy esetleges áremelés tovább ronthatja a már amúgy is sérülékeny szektor helyzetét. Soha senki nem mondta azt, hogy el fogjuk zárni a vízcsapot, tehát ilyet nem csinálunk. A főpolgármester a Szerdai Egyenes Beszéd című műsorunkban oszlatta el azokat a kételyeket, amelyek szerint a fővárosi vízművek felmondja a döntően agglomerációs településeket érintő úgynevezett vízátadási szerződéseit, ha az állam a veszteség megtérítését nem biztosítja. Mi óriási győzelmet arattunk, és ha úgy tetszik, becsicskult a kormány Karácsonynak. Ennek megoldására, ahogy azt az Energiaügyi Minisztérium közölte, Budapest és Karácsony Gergely követelésére a kormány olyan törvénymódosítást nyújtott be, amely megteremti a lehetőségét a nem lakossági felhasználók esetében az eltérő vízdíj alkalmazásának. A nem lakosságú célú vízhasználásnál azt a több mint 10 éve fixált árakat muszáj megemelni legalább az önköltségig, mert ezáltal tud forráshoz jutni az egyébként hát eléggé elapadt forrásokkal bíró víziközmű hálózat. A Magyar Víziközmű Szövetség elnöke egyetért Karácsony Gergellyel abban, hogy a vízszolgáltató cégek egyensúlya megbomlott, vagyis a költségeket nem fedezik a bevételek. A vállalatoknak a kormány 150 milliárdos támogatást nyújtott, az ettől való függetlenedéshez pedig Kurdi Viktor szerint elengedhetetlen a víz és csatornadíjak rendezése. A nem lakossági kategóriában, ahol a víz ahhoz szükséges, hogy termelő egység valamit előállítson, szolgáltatásokat nyújtson, az már egy más típusú megközelítés, és ott azt gondolom, hogy abszolút mértékben vissza kell tükröződnie az árban annak, hogy mibe kerül annak a szolgáltatásnak a nyújtása. A javaslattal a Szállodaszövetség elnöke is egyetért, de szükségesnek tartja a részletek tisztázását. Az, hogy a lakossági vízfogyasztás egy kedvező városban, ezzel maximálisan egyet lehet érteni, majd a részletekből fog kiderülni, hogy ez esetlegesen milyen pluszköltséget jelent a szállodák számára, hogyha ez egy elfogadható nagyságrend, akkor rendben van, ha ez egy nagyon nagy szám, akkor az természetesen okozhat problémát a gazdálkodásban. A Magyar Fürdőszövetség elnöke azonban úgy látja, az ágazat a világjárvány és az energiaválság után rendkívül sérülékenyé vált, így a szektor számára a vízdíj emelése további negatív hatással lehet a működésre. A hazai fürdők túlnyomó része saját kutakból biztosítja a vízigényeinek egy részét. Így az a helyzet áll elő nálunk egyébként, hogy a vízdíjak is, de az esetlegesen a szennyvízdíjak emelése még érzékenyebben érinteni az ágazatot. Levélben kerestük az Energiaügyi Minisztériumot, hogy megtudjuk, mekkora lesz a különbség a lakossági és nem lakossági fogyasztók tarifái között. Választ azonban nem kaptunk. Gálvölgyi János, Presser Gábor és Keleti Éva is Budapest díszpolgára elismerésben részesült a főváros 150. születésnapja alkalmából. A díjakat a fővárosi önkormányzat azoknak adományozza, akik kiemelkedő teljesítményükkel Magyarországnak és Budapestnek is dicsőséget szereztek. Ünnepi beszédében Karácsony Gergely kiemelte, Budapest őrzi a polgári etosz maradékát ebben az országban. A Víg Színházban gála koncerttel ünneplik a főváros születésnapját. A dimbes-dombos budai oldala, a Síkpest és a két település részt összekötő Lánchíd. Az idén 150 éves Budapest 1873-ban Buda, Pest és Óbuda egyesítésével jött létre. A születésnapot látványos programsorozattal ünnepli a főváros. Ami kedves ünnepeltünk Budapest, bár jól tartja magát, de így 150 évesen derűs nyugalommal inkább tűri, mint sem igényli a nagy felhajtást. Karácsony Gergely beszédében kiemelte, Budapest őrzi a polgári etosz maradékát ebben az országban, és szerinte a város küzdelmei is jelentős részben a polgári értékekhez való ragaszkodásról szólnak. Hogy hiszünk a demokráciában, hiszünk az európaiságban, az emberségben, a szolidaritásban, a civil kurázsiban. És mi Budapesten ezek jegyében rendezzük be az életünket. A főpolgármester a város születésnapja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián átadta a Budapestért a Pro Urbe Budapest díjakat és a Budapest díszpolgára címeket. Kitüntetést kapott többek közt Gálvölgyi János, Keleti Éva, Jordán Tamás és Presser Gábor. Posztumusz díszpolgári elismerésben részesült Mécs Imre és Vágó István. 46-os, 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 46
Budapest 150. születésnapját a Víg Színházban exkluzív gála koncerttel ünneplik. Az, hogy a Víg Színház adhat otthont Budapest 150. évfordulójának, születésnapjának az ünneplésére, az büszkeséggel tölt el. Mi nemrég a 125-öt ünnepeltük, én magam is fellépek. Ez egy időutazás nekem is, ha nem is 150 és 125, de sajnálatosan elég komoly időutazásról van szó, mert Fekete Péterből éneklek majd egy dalt, amit nagyon sok évtizeddel ezelőtt már énekeltem. Fekete Péterbe csinke, kicsike fogyok, ki a szerencse valósz, külics sose fogok. A fővárosról számos fülbemászó dal született, amelyek jelentős részét itt a Víg Színházban adták elő. Ezeket a szerzeményeket most a Víg Színház társulata csokorba szedte, hogy átadja a közönségnek. Igazi kihívás volt persze, hogy az egész társulatnak jó munkát és jó szerepet és jó dalokat találjak benne, és ugyanakkor pedig egy nagy öröm, mert egy olyan anyaggal lehet és van szerencség foglalkozni, ami még egyszer mondom, mind nekem, mind pedig az egész társulatnak nagy örömet okoz. Az ünnepi koncertet megtekintetik az ATV-n szombaton 20 óra 20-kor. Házi őrizetben várhatja a korrupciós ügyének további alakulását Sadl György. Az ellenzék tart tőle, hogy a végrehajtói kar volt elnökének pere elhúzódhat. Emellett problémásnak látják, hogy a kormány nem nyúlt hozzá a végrehajtói törvényhez, amely többsebből vérzik. A Híradónknak nyilatkozó ügyvéd szerint a büntetőeljárás első fokon várhatóan jövő évben zárulhat. Kiengedik a börtönből Sadl Györgyöt, házi őrizetben várja az ügy további alakulását. Egy kijelölt ingatlanban kell tartózkodnia, amelyet csak bírói engedéllyel hagyhat el. A végleges büntetésbe pedig minden 3 nap házi őrizetben töltött idő, 1 nap büntetés végrehajtási intézetben eltöltött időnek számít be. A Híradónknak nyilatkozó ügyvéd szerint a büntetőeljárás várhatóan jövő évben első fokon zárulni fog. Ez azt jelenti, hogy a tanú meghallgatások és a szakértő meghallgatások után sor fog kerülni az ügyész és a védői perbeszédekre, azután pedig kihirdeti az elsőfokú ítéletet a bíró, ami után lehetősége van a vádlottaknak fellebezni, vagy az ügyészségnek is, és akkor nagy valószínűség szerint ez majd másodfokon a fővárosi ítélőtáblán fog folytatódni, lehet, hogy már csak 2025-ben. Jámbor András szerint a Völner Sadl ügy egy kirakat per. 2,5 év állt rendelkezésre a nyomozás lefolytatására, mégsem vizsgálták azokat az ügyeket, amelyekben más fideszes politikusok is érintettek lehettek volna. Kicsit olyan, mintha nem akarnák elítélni Völnert és Sadlt, egyre több olyan tárgyalás jelen bukkan föl, ahol rosszul összerakottnak tűnik a vád, és hát egyre inkább úgy tűnik, hogy nem fognak olyan súlyú ítéletet hozni, amit mondjuk a társadalom ezekben az ügyekben kikövetelne. A politikus Híradónknak azt mondta, következő hetekben benyújtanak egy teljesen új végrehajtási törvényt. A Mi Hazánk szintén úgy gondolja, hogy egy új és részletesebb törvényre lenne szükség. Azt viszont megdöbbentőnek tartják, hogy a vádlottak otthon tölthetik a karácsonyt, miközben sok károsult vált a jogtalan végrehajtói kilakoltatások áldozatává. Jogilag is meg lett volna, ha a bíróság úgy akarta volna értelmezni a büntetőjogot, minden indok arra, hogy a jogerős ítélet megszületéseig a főfelelősök letartóztatásban maradjanak, és a várhatóan normális esetben olyan ítéletet kapjanak, hogy még azután is hosszú ideig börtönben maradjanak. A képviselő hozzátette, egy ilyen bírói döntés bizalmatlanságot vált ki a jogásztársadalommal és az igazságszolgáltatással szemben. Továbbá a rekordinflációval küzdő emberek úgy érzik, legfelül mindent meg lehet csinálni. Az ügy kapcsán kerestük Sadl György ügyvédjét is, akit adásunkig nem sikerült elérnünk. A per januárban folytatódik.